Sziasztok, én Márta Bence Benito vagyok, ez pedig itt a Nem kárcsó Podcast. Biztosan sokan számítottak rá, hogy egy Milán szurkolóval fogok ma beszélgetni. De ez nem így van, mert az volt az érett megfontolásom, hogy egy Milán szurkolóval most egy hétig lehetetlen értelmes beszélgetést folytatni. Ráadásul egy pár napja lebeszéltük, nem azért, mert azt gondoltuk, hogy az interi csodát tesz, de egy interszurkolót hívtam a vendégnek, méghozzá Marosi Gerit, szabadúszó újságírót, a 24 szakíróját, a Metropolitan Egyetem tanárát. Szia Geri, köszi, hogy itt vagy! Hát ez jó, behisz, és fájdalmat okozol így közvetlenül a bajnak, de nem olyan nagyot. De érzed, hogy csak szeretetből teszem. Nyilván, nyilván. <laughs> Na, beszéltünk egy pár nappal ezelőtt, meg leveleztünk, és te már akkor nem igazán számítottál rá, hogy ebből hogy ebből még lehet csoda. Igen, hát emlékeim szerint küldtem egy gifet a Spongyabobból, ahol ilyen elkámpicsorodott fejjel ülnek, és mondom, hogy én, amikor a szaszóló ellen négy egy vezet a Milán, hát majdnem bejött igazából, a, el sikerült eltalálni. A különbséget de legalább nem kell tizgulni. Tehát most nem azért, de ilyen utolsó napos bajnoki címért dönt, most ez sokkal kevésbé fájdalmas átélni, mint azt, amikor az Inter elment a És tudjuk, hogy mi történt, nekem a posztraumatikus tüneteim jönnek az ilyentől ki. Az, az tényleg az a legne, legnehezebben viselt. Utolsó napok egyike volt. Ugye 2002. május 5-éről beszélsz, azóta volt már egyébként utolsó fordulós meccs, ami mondjuk kellemesebb emlék. Az kellemesebb de így én én az, 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 egy nagyon megmaradt, mert hogy nagyon kész voltam arra, hogy végre nyer az Inter, és akkor, és akkor hát még a Lazio drukkerek és az internet drukkoltak, és nem. És ráadásul másnap be kellett mennem az egyetemre, és ö, volt négy Juventus Drucker csoportársam. Tehát az ugye az a pillanat, amikor így megpróbálsz ilyen kúszásban átközlekedni, és egész héten lehetőleg nem mutatkozni annyira előttük. Szóval ez, 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 ez most ahhoz képest ilyen kellemesen sima volt. Igen, igen, igen. E, azt mondanak nekem, mert fogunk majd beszélgetni nyilván egy kicsit a minel is, de van bennem egy olyan érzés, amitől én nem nagyon tudok megszabadulni, hogy ez a Milán azért a underdogként nyerte meg ezt a bajnoki címet, tehát nem ők voltak semmiképp sem a legnagyobb esélyesek, sőt, még itt az év elején január-február környékén a Milán szurkoló vendégeimmel is így kb. egyetértettünk abba, hogy, hogy nem feltétlenül a Milán a legnagyobb esélyes. És ha ezt a gondolatmentet elfogadjuk igaznak, akkor az a kérdésem, hogy a Milán nyerte meg, vagy az Inter veszítette el? ezen gondolkoztam, amikor jöttem, és ha azt mondanám, hogy az Inter veszítette meg el, akkor nem lennék fel a Milánnal, szerintem meg a Milán teljesítményével. Tehát a legjavább választ tudom eladni is. is. Mert, hogy, mert hogy kellett hozzá az, hogy az... Ez, ez szerintem az Internek meg kellett volna, hogy legyen azért mondjuk kereterősséget megnézve, meg a bajnokság egészének alap, még játék alapján is, hogyha leszámítok mondjuk egy ilyen egy másfél hónapos időszakot, akkor szerintem lehet, hogy az Inter ebben az évben a legjobb focit az olasz bajnokságban, legalábbis helyenként. Uh -huh. A Milán vitatható. A keret az erősebb, több a, több a klassz most ebből a Milánból. Tényleg most összenéztem az ezelőtti legutóbbi bajnok és nézd meg egymás mellett a két népsort. Most ez nem tudom, hogy az olasz futball relatív hanyatlása, vagy egyszerűen csak megváltoztak az idők, de hát ebből a Milánból most mondjál nekem világklasszis játékost, aki tényleg világklasszis, világklasszis, és nem fogsz olyan sokat mondani, viszont tökre megérdemeltek szerintem a bajnoki címet ugyanakkor. Mm. Világklasszis talán nem, de olyanokat azért tudunk mondani egy jó párat, aki mondjuk egy világklasszis teljesítményt lehet. nyújtott túl, idén a Szerintem olyan, aki világklasszis teljesítményt nyújtott, meg lehet világklasszis. Olyat mind a kettő tudok, ez mondjuk elég jó ír az, a milánosoknak. Mm. Ki jut elsőre eszedbe? Hát mit tudom én, mennyi arra ránézek, az azért, az azért igen, igen erős. Igen, igen erős. Hát nyilván, mondjuk én keszélyét annak nem talán. Világlasszis. De... Ha van kedve futballozni, ami meg ott van a fejtől kezdve minden, akkor, így, akkor, akkor, talán. Igen, igen. Keszi egyértelműen. Eh? Most majd megnézzük, hogy... Hát meg az év végén Leo, de az nem tudom, hogy ez mi volt. Tehát az, 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 az tudod, arra emlékeztetett, amikor így a különböző számítógépes játékokban régen volt az ma a Hustrick, és akkor a csatárod bárhonnan lőtt körülbelül, bement valahogy, és Leonál ezt érzeztem, hogy tök mindegy, hogy mit csinál, úgy is bejön neki. Tehát minden, elkezd több gólpaszt mint John Stockton fénykorában. De, de minden, mindenkit megsemmisít, aki szembe jön, hát még ott, azért ott is. De, de, mond, de, ott például nem tudom, hogy ez most egy ilyen extrém jól elkapott időszak, és extrém jól sikerült szezon meg szezon vég, vagy hogy a, tényleg ennyire jó. Uh -huh. Hogy ez egyszerű csúcs, vagy mondjuk ezt tudja hozni, ha ezt tudja hozni, akkor mondjuk ott Isten irgalmazom elég sok csapatnak. Igen. Igen, igen, ez mondjuk itt tegnap is. Bár ebből a tegnapi meccsből azért olyan nagy következtetéseket nehéz levonni, mert meglehetősen készségesnek bizonyult a, a száz szóló. Tehát ott, e... Hát nem minden idők legnagyobb harcát folytatták, a... <sítható> ők igazából semmiért játszottak, úgy is néztek ki igen, de a Sassuoltól azért nem ezt várod. Én azt orgonáltam itt a meccs előtt, hogy, hogy a Sassuolt a legesleg rosszabb ellenfél a Milánnak egy ilyen meccsen, mert ők azok a csapat, mert már nem nagyon maradt csapat itt a végére, akinek még volt miért tepernie, a szászóló sem tartozott közéjük, de ők azok, akik, akik zsigerből is hoznak egy, egy, egy olyan játékstílust, ami nem feltétlenül a, 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 Milánnak a kedvence. Na, ehhez képest, és akkor ez, ez meg már egy ilyen gyakorlatilag lényegtelen részletkérdést, hogy a szaszóló játszott ennyire gyengén, vagy a Milán volt ennyire hihetetlenül erős, mert bombasztikus első félidőt produkáltak. Ami aztán így minden izgalomtól. Én. Sejted, azért reménykedtem, hogy lesz egy ilyen jó bajnoki véghajra, mint olyan Angliában mondjuk, azért elég jó lett a véghajra. Hát ehhez képest ez egy kis alulmúlt a várakot. Tehát ennél picit azért lehetett volna, szor szorosabb lehetett volna várni a 60. percig azokkal a gólukkal, vagy valami. <há> Tehát <laughs> akkor legalább izgul az ideig egy ideig az ember, tehát így hát így ránéz az ember a fél időre, már jó, köszönjük szépen. Adjuk <laughs> oda a trófeát, a második fél időt le se kell játszani. De, de a visszatérve a kérdésre nem tudom, szerintem ez ilyen fele-fele, tehát az, az interes megnyerhette volna. Az, az biztos, hogy azt tudom mondani, hogy az interesz megnyerhette volna. Az benne volt. Az, hogy... De, de, de ha azt mondanám, hogy ezt kimondottan az Intervesztettem el, az tényleg sportszerűtlen lenne mondjuk a Milánnal szemben, ami tényleg. Hát ez nem tudom, harmadik legjobb kerete a bajnokságnak. Mondjuk. Hát, uh, hát szerintem az Interé jobb, hiszen a juventus -e is jobb azért. Hát a juventus -e, ha teljes keret, akkor lehet a jobb. Mondjuk amelyik tavasszal volt, tehát már vlahovics együtt. De igen. hát itt nem beszélhetünk ilyen teljes igen, igen, igen. keretről, gyakorlatilag nem volt olyan meccse az egész évben, amikor teljes keretről beszélhettünk. Hát meg hogy teljesített? Meg Aztán, az, egy, az, teljesített. Egy másik, az egy másik kérdés, de hogy, de hogy így nettó nevekre, meg megnézve, és ne, nem szerintem mind a kettő erősebb azért, mint a Milán. Ahhoz képest ahhoz képest a Milánosok megmondhatják, hogy mindenki szépen nézem fel a táblára. Így van, nézzetek a táblára. Nézzetek a táblára, és ez tényleg, és ez egy, egy, egy olyan csapattal, ahol tényleg a, összehagyjuk a centerek átlag életkorát, és nyugdíjba küldjük őket. <síns> Hát azt ami, például... ami, nyilván, ami, nyilván, más posztokra meg nem igaz. Igen, de közben meg, ha meggondolsz, azért a, a Milán bajnoki címe tulajdonképpen nem a két olyan játékos miatt jött létre, akik igazi bajnokok, és akikre azt gondolt, hogy hogy a hátukon viszik ezt a Milánt, hanem nyeretlen két évesek, olyanok, akik máshol nem kellettek, vagy még uh -huh. túl fiatalok, vagy már túl idősek, tehát ö, ilyen játékosok. Az ilyeneket, az ilyeneket egyébként szeretem, tehát az, az, ilyen, Ó, csob, az nagyon. ilyen csapatokat, nagyon. mert ö, tényleg ez a second chance szelún, amikor valahonnan kivágtak, és visszamásztál máshova, és kiderült, hogy jó focista vagy. Igen. Tudod, miután erről szembe a Ronaldo-Messi örök vita. Én azért tartom ronaldo előbbre valónak, mert ő nem kapta azt, amilyen van, hanem minden percben megdolgozott, érte, messzi meg egy olyan tehetség, ami tehát, ha egy... Ha egy... Erre szegény, szegény nagypapám mondta mindig, hogy a Messi a zseni, a Ronaldo meg egy akarnok. Hát mondjuk az akarnokban van ilyen kis pejoratív, mint ahogy, val, van, is, ahogy van is, de egyébként pozitívan is mondta, hogy az, hogy egy embert nem látott még, aki ennyire megdolgozott volna azért a sikerekért, Aha. vagy legalábbis keveset, kevesebb, és ebben szerintem meg teljesen igaza volt. Igen. És, és, és ha már a húzom, hogy ez a millám kőkeményen megdolgozott ezért, Igen. és az, ahogy meg lezárták, gyakorlatilag folyamatos nyomás alatt, az azért minden tiszteletet megérdemel, tehát egy ilyen veretlenségi a végén csak nyernek kicsit már olyan érzésem volt, mint amikor a filmekben meg a sorozatokban a főszereplőt védi a plot Ármar. és hogy a Milánnál a armor van, mert úgyis eléjük pattan, oda ejtik, pont jól pattan, meg a 72. percben teljesen, teljesen pa, ilyen steril tologatás után véletlenül le úgy dönt, hogy mágia, vagy nem tudom, ez teljesen, és, és, és minden meccsen jól pattant, és minden meccsen jól össze, Most ez nem tudom, hogy egyébként ez ilyen kollektív önszuggeszció ilyenkor. <laughs> hát nem, ha hát, tudod, jól megy, hosszú ideje jól megy, látod az esélyt, és tudod, hogy nem te vagy a favorit, de bejön, 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 és akkor lehet, hogy már mindenki úgy közlekedik a pályán, hogy hát nem, nem, nem is biztos, hogy eszedbe jut. Igen. Hogy itt baj lehet. Felült, felült a hullámra a Milán, ami azért nem volt annyira egyértelmű, mert ugye szerencsétlen dolog volt ez, hogy az Inter ezt a Bologna elleni meccset tologatta össze-vissza, és hogy nem volt tiszta a kép, ami látszott magunk előtt. És közben meg a, a Bologna elleni meccs előtt az Internek szerintem nagyon jól jöttek össze a dolgok. Tehát úgy értve, hogy a sors is, mintha azt akarta volna, a játékvezetők is inkább ott, az ő javukat Én ott kezdtem el hinni, hogy az Inter lesz abban, Igen, ennek, abban a, abban, ott abban a periódusban. Úgy nézett ki. És mert ott közben meg a, a Milán meg nem nézett ki annyira Ott Volt egymás után ugye két 0 0 voltak ezért ilyen szerencsés utolsó percek, sőt, hát ugye a Milán egész évben jellemző volt rájuk, hogy az utolsó percekre hagyták a döntést, és akkor jött Bolonya, és ott, mintha minden átfordult volna, és onnantól meg minden körülmény gyakorlatilag a Milán kezére játszott, nem azt mondom, hogy nem dolgoztak meg érte, csak hát az az ellenszél, ami elte volt, az utána már így fölsegítette uh -huh. őket a trónra. Meg ha beszélünk arról, hogy kihagyott lehetőség, akkor az internet az biztos kihagyott lehetőség, mert azért azt a bolonyát így lett volna. És jó, hát nyilván Radu radug, <laughs> csodálatos megmozdulására visszaemlékezni. Ez ilyen örökbérelt hely. Széria valaha volt a legrosszabb kapus megmozdulásai között. Nem? Hát, tehát az, nehéz azért, azért, említeni. azért az nagyon erős. Igen, igen, igen. Tehát igazából annyira rossz volt, hogy ez egy ilyen Roland Pry low lights-ba beleillett volna. Méghozzá, aki az egykori Újpest kapus karrierjét figyelte a Magyar Bajnokságban, hát neki azért össze lehetne vágni. Igen. Egy igen erős, igen Vagy erős mixtépet. Piplica, pi, pi, piplica féle, klasszikus. Igen, szóval emlékszel... ez? A Rómának emlékszem, volt egy Gojko Ecsel nevű kapusa, aki nem az a Gojko -e volt. Neki volt egy, egy ilyen egészen megmagyarázhatatlan örökös szilveszteri összefoglalóba kívánkozó öngólja. De hát az nyilván egy jóval kisebb tétérment. Meg igen, és ez nem a legjobb, hogyha erről említom, hogy tök mindegy most mi van, hogyha az nincs. Tehát akkor meg egy-egy. Tehát ugyanúgy. Hm. Tehát közös, közös barátunk Csáki Csabinak volt egy ilyen meglátása, hogy tulajdonképpen a bajnokságot a román cserekapusok közti különbség döntötte. Tatarusan jó volt? Hát, igen. Mert nem volt rossz, igen, főleg volt a rossz. derbin. Hát főleg a derbin, meg, meg ha valahol elment az internet, akkor nyilván abban a másfél hónapban, amikor ennyi szóval nem játszott jól, és én nem is másfél hát egy-három-kettő? Így januártól február végéig? És, és, nem is, és totál nem is játszott jól az interközben és a derbiken, mert hogy az totál, azt nem tudom, visszanéztem az összefoglalókat is, nyilván néztem a derbiket, és már akkor se értettem, és az összefoglalókat megnézve még mindig nem értem, hogy hogy jött ki abból a kettő mérkőzésből egy pont az inté Igen. Tehát ott az, az, elsőnél, ha három 0 abban a pillanatban, amikor a Milán egyen, igazából 1-0 volt, és a Milán egyenlített után, senki nem szólhat semmit. Így van. Már mint, egy a játékképe alapján. Igen, szerintem a, a alapján. második meccs volt a durvább. És a másik, a, a másik az meg azért volt durva, mert az a semmiből jött a halálos csapás. Az semmiből. Tehát ott tényleg ott Tehát a az 60 totán... percig úgy verte az Inter a Milan, hogy... Az volt a durva, de az az Interben, én nem tudom, én én ezt nem tudtam néha magyarázni, hogy néha ilyen teljes kontrollból, és az Inter így bekapcsolnak valami önmegsemmisítő gombot, is, elmegy a kontroll, és elveszik a meccset adott esetben, vagy elveszik a pontokat. De az, az, a, az a vereséggel záruló, az megint csak nem. Tényleg azt se tudom, hogy hogy sikerült bizonyos helyzeteket kihagyni. Azt se tudom, hogy Zsirú miért ment át Benzamába. Arra az meccsre kb. Arra, arra igen, de hát jó Zsirú a háznál. Aha. És hát az, az, amivel eldöntötte, az azért azt, hogy mondjam, azt így, ugyanaz ember így fintorog, mert hogy a kedvenc külföldi csapata a gólt, de ugyanakkor mondjuk azt a gólt lehetne mutogatni egy ilyen center iskolában. Ha, igen. a befordulástól kezdve, meg ahogy befejezi, az gyönyörű volt, és tehát ha a két meccsőszképe alapján az a pontelosztás fordított, akkor szerintem még egy Milán Drucker is sem mondja azt, hogy hogy, hogy az annyira durva lett volna. Ja, abszolút. És ha, és ha az megfordul, akkor akkor a bajnoki végeredmény is. Igen. Szempontból. Igen, igen. Meg mondjuk Én az szóval internet az, az nem használta, amikor Brozovic, aki nyilván halhatatlan a pályán, és és nem tudom, a nyári szünetet valószínűleg úgy, úgy, úgy tölti, hogy még mindig szerelés és passzol, és fut. És három meccsen nem játszott, három meccsen nem játszott, azon hét pontot vesztett az Inter, az nem jó. Ez ez azért nem meglepő, tehát ezt lehet tudni, hogy hogy Brozovic az egyetlen, aki teljes mértékig pótolhatatlan. Viszont te az a fajta interszurkoló vagy, aki rendkívül sportszerű, mert meg semlítetted a zsíru gólya előtti labdaszerzést, ami azért minimum véleményes volt azon a meccsen. És az mondjuk egy olyan volt, ami, ami így át is billentette a meccset egybe. Én eleve nem szeretek bírózni, de uh -huh. mondjuk ez, az ez egyébként nehezen fér meg, mert hogy az, szerintem az olasz labdarúgás a legjobb összeesküvés elméletekkel, bírózással együtt, tehát enélkül, el, el, nincs kácsó, de nem igazából, <hül> ne, nem igazából szeretek ezzel foglalkozni, már csak azért sem szeretek azzal foglalkozni, mert ha mondjuk az internet nem tudom berúgni az üres kapus helyzeteit, Milán, akkor, akkor miről beszélünk? Akkor most miről beszélünk? És addigra nyugodtan meg lehetett volna nyerni azt a meccset, amire az a meccs a valóságban elment. Uh -huh. Szóval igazából ez nem a. Tehát ez nem a. Én tudom, Ronaldo ellen volt az a híres szabálytalanság? Igen. igen. A Juliano féle ütközés. Igen, igen ütközés, igen. De hát az nyilván akkor még kevésbé érett koromban sokkal jobban felháborított. Az a 11-es, és most Milyen már ez. A 11-es az 30 másodperccel később érkezett, ugye, a másik kapu előtt. De kimaradt sportszerűségből konkrétan? Mm, szóval, szóval nem, igazából ne, nem is lenne érdemes szerintem a. erre mutogatni. Nem, nem is, minden. nem is, meg ha egy kicsit fel akarjuk menteni az Intert, akkor azért, és hogyha egy picit most így józanabbul tekintünk erre a mögöttünk hagyott évre, akkor azért nagyon sok szégyenkezni való nincs. Még annak ellenére sem, hogyha leszögezzük, hogy tényleg a legerősebb kerete az internet volt. De azért új edző, egészen más futballfilozófia, még ha a formáció hasonló is volt. Elmegy Lukaku. Kiveszik a legjobb csatárodat. Jó, még kiveszik ]nek. a legjobb csatárodat, a legjobb szélsődet. szélsődet. aki Európában is valószínűleg a legjobb támadó szélsőhet. Hát igen. És, és igazából egyébként én játékban azért nem is igazából vagyok csalódott, mert hogy így játékban alapvetően én többet kaptam, mint már. Tehát ez az Inter, ez ez nézhetőbb volt, mint a bajnok. Sokszor. És látványosabb <laughs> is volt sokszor. Na, igazad van, jó, mondjuk más volt a helyzet más, is. Tehát... Más a kettő nyilván, meg más a két edzőnek a stílusa, meg az elgondolása is. De de hogy sokszor éreztem azt időn, hogy itt tényleg elvezem azt, ahogy mondjuk az Inter játszik. Uh -huh. Ami nem feltétlenül volt mindig igaz. Nem, nem, nyilván de ez a... erre nem számítottál? -e? Egyénzegi lációját látva? Nem tudom, hogy át tudja ültetni. Azért a kettő nem feltétlenül ö, ugyanaz a kávéház teljesen minden nyomásával. Azért már látunk igen jó edzőket megborulni, amikor megtették ezt a lépést, hogy az azért egy dolog, amikor ott van egy csapat, amit nem elvárás mondjuk az, hogy menjél a bajnoki címért. Hát ülsz egy olyan kis padra, ahol viszont minden és minden döntetlen után szétszednek, és minden vereség után pánik, és nem merje kétszer egymás után vereséget szenvedni a bajnokságban, mert krízisértékezlet van. Szóval ez ö, ahhoz képest szerintem egész jól megugrotta. Végül is nem, nem, érzem azt, hogy mondjuk rajta, men, vo, rajta ment volna de pont egy jó edző nyilván. Hm? Hát céltudatosabb, pragmatikusabb, hát, nyerőbb, nyer, nyer, nyerünk, nyer. 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 Tehát az azért, hogy elég, ez egy, egy ilyen, nem tudom, amikor így játszol, és akkor a végén kiraksz egy azt nyer. De <laughs> az elég sokat számít azért ebben a sportágban. Mondhatjuk, igen. <gül> és <gül> nem lényegtelen. É és mondjuk egy, mondjuk egy konté vagy egy csúcsidőszakos Mourinho, szerintem része annak a annak a képnek, ami magáról kialakít, meg annak a legyen, bemegy, és srácok, nézzetek arra a táblára, nyerek. És az nem feltétlenül rossz, hogyha egy ilyen edződ van. Záginak <laughs> lehet, hogy még ezt meg kell tanulnia. <laughs> Nem is biztos, hogy valaha lesz ilyen típusú edző, mert például Conte, ha már itt szóba került a bajnoki cím, ő amikor meglátta azt februárba körülbelül, hogy itt mindenki balfaszkodik össze-vissza, és igazából neki semmi más dolga nincsen, csak szépen egy nullákkal lehozni, ennél egy centivel se tett többet, de behozta az Inter bajnoknak, és ennyi számított. a futball minimalizmusa. Hát igen, de, de hát kilepődött meg. No Your Audience. Senki senki sem. Azért, volt, azért volt odarakva. Szóval szó, tényleg az, hogy kiszednek ki két mondjuk ennyire fontos fogaskereket és főleg lukákot, amit nagyon szeretnék még látni az interneten. Hm. be gondolatot és rákérdeztek itt valamire. Ö, azt, azt azért kiveszed most az, hogy eleve a pótlás sem volt olyan rossz. Bár mondjuk a Jack-Utlettel kapcsolatban voltak, felhúzódott a szemöldököm, de az képes mondjuk ősszel, hogy... Jacko hirtelen úgy döntött, hogy legjobb formáját hozza. Az más kérdés, hogy ez, ez, azért nem biztos, hogy már végig megy nekik. Meg lehet, hogy kéne oda egy fiatalabb meg, hát elsősorban egy fiatalabb center típusú center, mert amikor meg, nem tudom, lautáróval meg korával kell neki menni valakinek, és így lenéznek 1,93-ból a védők, hogy mi van, és neked kellene futni, és rosszul alakul a meccs, mert amíg nem adod, rosszul a meccs, addig oké, okay, de amikor rosszul alakul a meccs, és az ellenfél nem, fogja hajla, nem lesz hajlandó elhagyni a 16-os környékét se, akkor mondjuk ezekkel az emberekkel nem biztos, hogy olyan, olyan rendkívül sokat érsz. Meg egyébként is hogy nekem hullik a hajam egy kicsit. Én az velem. a maradék. Én se kedvelem igazán. De én, én, nem. sem. Lautaro meg elképesztően frusztrál néha. Igen. Tehát az, hogy a, a, is. a jó napon jó napon világlasz is, rossz napon tényleg képes olyanra, mintha tehát netó ember hátrány. Tehát nem az, hogy egyszerűen csak rosszul játszik, hanem rosszul játszik, és semmit nem csinál, és azzal úgy elég nehéz kibékülni, meg hogy ilyen, ilyen nagyon, nagyon izé, egyszer forró fúj, egyszer hideget, és akkor nyolc meccsen keresztül ő a széria a legjobb csatára, majd van három olyan mérkőzése, ami alapján a spéciában nem raknád be. De, 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 ez nem feltétlenül, nem feltétlenül jön ki így jól. Uh -huh. Nem uh -huh. tudom, ha, ha ezeket mondjuk megszüntetni, akkor szerintem ő ott lenne a világ több csatárai között. Uh -huh. Nem vagyok benne biztos, hogy ő marad egyébként. És hát vagyok biztos hogy... benne, hogy marad. Lehet, hogy hát itt a... újra kell gondolni. Sőt, ott kell hozzányúlni igazából ez az Interhez, máshol nem nagyon. Hát meg az kérdés, hogy még ki kell eladni, mert, mert hogy mennyire, sz szorítja a pénzre házvezetést. Igen, ezt majd meglátjuk, nem is Te akarok ebbe egy... belemenni, csak hat kapaszkodjak, már el fogom felejteni, hat kapaszkodjak bele a Lukakus kérdésedbe. Az, hogy amit tavaly láttunk tőle az egész szezonban, az valami egészen elképesztő volt. De vajon tudná-e ennyire eredményesen használni, és ennyire jól nézne -e ki Lukaku egy egészen más rendszerben, Simone Inzaghi alatt? Csak jó kérdés, én szívesen megpróbálnám azért. Nem tudom, de én olyan szempontból elfogult vagyok, hogy nekem Lukákó egyik kedvenc csatárom is. Tehát nekem nagyon tetszik az, hogy az irgalmatlan testméretei ellenére is. Egyébként fut, meg van technikája, meg agya is van a futballhoz, meg az az egész, és ott van az a hatalmas test, amivel borzalmas nehéz lehet egy védőnek megküzdeni. A védőknek is ez jó kihívás, tehát jó mérce, hogy mondjuk Lukákot le tudod szedni, akkor valószínűleg mással sem lesz annyira nagy gondot. Szóval azért, ha megkérdez, hogy visszacserélném a jack ura, akkor igen, nyilván. <laughs> még, akkor, még akkor is, ha esetleg mondjuk a Conte által játszhatott focinak jobban, vagy vagy hogy az tökéletesen illet hozzá. Inkább így mondom. Ez tökéletesen illet hozzá. Hogy, igen, egyébként leutáró elpasszolása, az, az, az nem lenne teljes hülyeség. Hát ugye attól függ, hogy kivel és hogyan kívánod pótolni. És itt megérkeztünk Dibala kérdéséhez őszintén, örülnél neki, hogyha kék-feketébe öltöznél? Hát figyelj, szerintem ez egy ilyen, ilyen kaliberű játékos, azért a legtöbb csapat szívesen elfogad. Mm. is szó nélkül. Uh -huh. Na jó, csak tehát te, egy te, nagyon frusztráló dolog ez, hogy tudod, hogy Dibala mennyire nagyon jó játékos, hogy I az, az hát a bal. Hát szerintem csodálatos... ugyan, ugyan, ugyanaz a frusztráció lehet, mint a, egyébként a Lautáronál valamilyen szinten hogy egy csomószor azt érzed, hogy egyébként annyival sokkal jobb adnál, mint ami kijön outputként belőle, és szerintem az ilyen játékosok őrítik meg a szurkolót a legjobban. Mert hogy ugyanakkor, nem tudom, ránézel Brozovicsra, aki mindig fogja ugyanazt hozni, és 93 évesen még mindig ugyanezt, mert az illetőt nyilván pályáról fogják. Hm, Val úgy, ugye nyugdíjba zavarni, de valószínűleg elfut és még szerel hármat, majd passzol, majd lő egyet 25-ről. És és akkor megnézed tényleg a Dibálánál is. Dibelá. Hát, na, a Dibala az világlassz is, ha olyan napja van. Hát, vagy ha a pályán van egy. Ha talán. igen. Ez egy fontos kitétel. Az, 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 úgy fontos kitétel. És de, de, de azért hát, ha egy, Dibala egy azért én nagyon vevő lennék. Azt, azt, például nem látom, hogy mit, ha Lautar Martinez megtartja az Inter, és Dibálátod az az, hogy. A, 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 azt, az az, 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 az a, ugyanaz, az, amit mondtál. A, a korrás. A, 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 azt, azt, azt én nem tudom elképzelni, hogy az bizonyos szituációkban működjön. Arra viszont biztos kell egy B-terv. B-terv egyenlő, magas, erős. Nem jack hívják. <laughs> Nyilván nem jack akarok, akit szintén nagyon szeretek, Pincsatár. Hát... <laughs> hmm. e, egy kicsit. Én is euh, kedveltem Jack-ot mindig is, és nagyon-nagyon sokra tartottam. De én azt gondolom, hogy 2022-ben már, ha ő a kezdő centered, akkor már csak nagyon nagy mászlival lehetsz bajnok. Ezzel egyetértek. Ez egyetértek. Tényleg az, hogy kifogja azt a kegyelmi periódust, amikor, nem tudom, belül 18 gólt. De, de, de most is azt látod, hogy azért olyan hosszú nem tud kegyelmi periódust vissza kifogni. Nem, és főleg a fontos meccseken. Tehát uh, sok uh -huh. meccseken volt üres az Inter, vagy az ellenfél 16 osra Ez egy nagyon nagy probléma. Amúgy kivel pótolnád? Mondjuk, tegyük fel, hogy mondjuk marad mindenki más, de Jake valahogy pótolni kell. Ezt figyelj, Ádám Martin lassan szabadává Hú, ez, ez egy baromi jó kérdés, mert elkezdtem gondolkodni rajta, és rájöttem, hogy milyen tök érdekes az az egész, hogy az ilyen 9-es 9-es, aki tényleg az a, a nem, nem feltétlenül az, hogy tufa 9-es, hanem lehet eltérő típusú 9-es is, de hogy center. És hogy ez egyrészt a legtöbb center öreg, ami még ilyen klasszikus, és nem nagyon látom hogy kik jönnek utána a fiatalok, és így elkezdtem gondolkozni, és arra jöttem rá, hogy így, így, így ilyen empty return, tehát Google search, és nem nagyon jöttek vissza a, a válaszok, de szerintem ezzel sok csapat küzd arra. Emlékszem, hogy tavaly nyáron beszélgettem egy svájc scouttal, és mondta, hogy ők igen földön, ők is a saját azt második másodosztai csapatnál van. Mindenki keresi, azt mondja, de Európa szerte is nincs, nincs, nincs. Elmész, és a gyerekeket sem feltétlenül úgy képzik, azt mondja. Tehát ilyen univerzális csatárban, mint égen a csillag, ez bárhol, ki, bár támadósor, bármilyen posztjára rárakod, ott el tud focizni, technikás képzett minden, de hogy egy ilyen klasszik center, az tök kevés van. Pedig az az internet, főleg, hogyha a ménüvési csatárokból még több lesz, akkor azért, ha az kellene. Hm. Tök érdekes ez, mert amikor utoljára személyesen találkoztunk, akkor ugye a 24 podcastjában pont a, a, az olasz válogatottnak a, a csúfos VB Pócsi leszerepléséről beszélgettünk, és ugyanez volt a téma, hogy 9-es, Center, Fox in the Box, vagy nevezd ahogy Ami. akarod, ilyen csávó, és hát Mancsinit is valamennyire fel kellett mentenünk a rettenetes perec alól. Mert hogy nincs. De ott annyira nem tudtuk felmenteni, mert nem is hívott meg senkit, tehát Pellegrini volt a csatár az mondjuk egy furcsa. Akkor is ez olyan, mint amikor gyakor kezdő csatárod, akkor a bajnokság, és amikor igen, akkor is nehéz. Akkor problémáid vannak, azért azt lehet át lehet érezni, de hát neki sincs igazából olyan sok választéka. Uh -huh. és, és ez milyen durva ahhoz képest, hogy, hogy tényleg amikor nem tudom, az olasz keretből kimaradó ilyen klasszikus csatárokkal, most szerintem meg lehetett tölteni a félszériát úgy, hogy látnám mindenki azokat a játékosokat. Mert hogy ez a típus, nem tudom. Visszaszúd, lehet, hogy csak a foci változik úgy, hogy visszaszorulóban van. Hmm. Nem tudom elképzelni azt, hogy vannak olyan játékhelyzetek, amikor nem jó az, hogyha van egy 9 aki mondjuk leköti a védőt, vissza, Meghalcol, meg mert tehát, tehát mondjuk harcol, egy... ki harcol, Mi Tudom, és 11 egyes Zsirúból sosem lesz aranylabdás. Hmm bizonyos szituációkban aranyat tud érni, mert fölmegy, és büdös szó nélkül verekszik, és megtartja, és dolgozik, és nem büdös neki az, hogy dolgoznia kell. És, és mint az ábra mutatja az utolsó mérkőzésen is, még mindig oda tud érkezni, hogyha kap kiszolgálást. Igen. És és azért ezt az inter lehet, hogy tudta volna hasznosítani egy ilyen típusú. Zsirut át a világból. Meggyengíteni a milánt, az egyszer, ami... egyszer, egyszer Egyszerre kettő, de hát azért ő sem. Ő sem fiatal. Vagy Ibrahimovicsot, az a legjobb. nem? Ibrahimovicsot, 40. Hát. Nem tudom, hogy Ibrahimovicsnak milyen a, a viszony az interrel, de az biztos, hogy neki azt valami iszonyat volt végignézni azt a 2010-es szezont. Még úgy is, hogy az ősze amúgy Barcelona, ezt mindenki elfelejti, őszel, nagyon jó volt a Barszában, lődözte a gólokat, azt hiszem El Klasszikót is döntött talán el, tehát hogy, hogy ez rendben volt. És aztán szép lassan megfordult a széljárás, fogalmazzunk így. És nem lehet emlékeit. Hogy <laughs> ott miköz, miközben az internél, hát azt szerintem az minden idők üzletei között. Abszolút. Előkelő, előkelő helyen volt. Az, hogy sikerült behúzni érte Etót, aki hajlamos volt egy Barcelona elleni meccset, gyakorlatilag a bal végig dolgozni és végig védekezni. Azt megnézem, hogy például Ibrahimovics milyen arcot vág, amikor te kirakodod, ahogy te most ott legyél szíves védekezni azon te az Meg volt. Nem csak ez, hogy most kirakták bal hanem az is, hogy Eto, aki valószínűleg nem volt a legkönnyebb ember a világon, mert mondjuk zseniális volt, és ugye mindenhol mondjuk, hogy kitelt a becsülete, vagy hát így nem volt a legkönnyebb ember, de azt megértetni vele, hogy haver, nézd már erre a center-ot melletted. Szerinted te leszel a center, vagy ő? Mert hogy, hát hogyha, szerintem nem hagyott ki helyzetet KB az egész szezonban, <laughs> és, és Etto meg azt mondta, hogy hát tudod mit, igen. igen. Ez most... de, mondjuk egy, íze, egy csúcs, az egyik legjobb megoldás mondjuk a csúcsmilitó reinkarnációja. Hát, igen, az intercsatás <laughs> sorában azt tudám, de, de tényleg nagyon kevés megoldást tudok. Méghozzá valami b kell, mert amikor az A nem működik, és elő 1,77 méter, he, szá, egy méter 77, körülbelül az előrohangáló kis embereknek, az, az nem biztos, hogy mindig jó. Ja. Nem tudom, melyik meccsen volt egy ilyen, hogy rosszul, áll, rosszul, is állt az Inter, most nem tudom, hogy egyébként bajnak volt. Szerintem bajnoki volt. És nem állt túl fényesen az inter És jön egy ilyen beadás, és ránézel a képre, és röhögő görcsöt kapsz, mert már benyűzsgött mindenki a korált. Ezért azért koreára hívelgetünk. Az... Akkor azért már nagyon nagy problémáknak kell lenni, hogyha a korea feje a célpont. Ismerem az érzést, mert Szári juventusával volt, ez csak annyival volt bonyolítva a helyzet, hogy nem volt ember a 16-oson belül. Konkrétan senki. De az már ilyen next level. <laughs> Igen, az már. Ez az, az, már egy ilyen az, 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 ilyen metakálcsó, hogy hogy szerzel gólt úgy, hogy az ellenfél tizen, mondjuk ez nagyon olaszos lenne. <gül> <gül> nem? Tehát az rossz sztereotípiákat <laughs> <laughs> megerősítendő, hogy hogyan szerzel úgy gólt, hogy az ellenfél 16 nem lépsz be. Egyébként egy érdekes kísérletnek tűnik. Majd körbejárjuk ezt. Na, ha már szóba került az olasz meg az intercenter gondjai, most azért azt mondják, hogy, hogy, hogy Skamaka érkezhet forgatja a szemét a jeles forgatja. szakértő. Forgatja. Öncs szavakba. Nem tudom. Csak a nyaktetkó miatt volt be? Nem. nem azért. Nem azért. Nem tudom. Mindig van bennem egy ilyen bizalmatlansága. a Szíriában egyébként igen jó teljesítő. A játékos hirtelen megteszi a nagy ugrást a nagy csapat, nagy csapatba, és szerintem elég sok olyat láttunk, ahogy máshol így virágzott, és akkor bekerül egy nagy csapatba, és se kép, se hang. Gyakorlatilag, hogy nem tudja, vagy legalábbis nem tudja ugyanazt hozni. Na, nem tudom. jobbat szeret, de mondhatnám azt, hogy jobbat szeretnék, de ugyanakkor meg lehet, hogy az internet az anyagi valóság is. Ah, igen. É, tehát könnyebb skamákat szerezni, mint nem tudom visszahozni dolgokat. Mert pénz is több van rá, és arra még nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy ott kit, kell, kit fognak eladni. Mert hogy... Dumfries, azért. Mert hogy tetszett Dumfries? Nekem alapvetően tetszett, bár néha üvöltöttem. Tehát az, amikor... Vannak pillanatok, amikor azt érzed, hogy Dumfriesnek az agysejtjeiből nincs sok, és a kapcsolat sem túl megalapozott közöttük. Az az egyik ez érme egyik oldala, az érme másik oldala az, amikor ezerrel elkezd futni, és iszonyatosan dinamikus, és nagy és erős, és fejbe is lehet rúgni adott esetben a labdával, ami azért veszélyes tud lenni, és most... Sőt, ő is fejbe tud rúgni másokat igen, a igen, igen, és ö, most nem is tényleg nem tudom, melyik volt, amikor ö, viszonylag kreatívan értelmezve a jobb oldali wingback szerepét felbukkant és centerben tört előre. És akkor az úgy is jól nézett ki. Szóval én de, de szerintem jobban pótolta Háki, mint, mint én vártam tőle. Uh -huh. Én többet kaptam, mint vártam. Néha tényleg üvölt az ember, mert hülyeséget csinál, meg kihagyja, meg teljesen ostoba megoldást választ a kapuk közvetlen közelében. Máskor meg több fontos bólokkal, meg óriási dinamizmussal tud. Nekem tetszett. Uh -huh. Szóval mondjuk ő, ő, őt nyilván azért el tudom képzelni, hogy elpasszoljuk sok pénzért. Hát szerintem annyira nem szóval volt jó, a... hogy olyan nagyon sok pénzére lehessen passzolni. Én, nem, de azért a Premier League, a Premier League csapatnak pont jó lesz sokért. Hát, Bastonitól félek nagyon, hogy... Hát, igen. Az, az azért, tehát nem tudom a azért mondjuk el tudnám képzelni egy Guardiola velet egy csapatban, például a Bastonit. Az az igazság, hogy én itt nagyjából bármelyik csapatban el tudnám én is, képzelni. Én is, én tehát ne, nem nagyon zárnám ki, hogy esetleg ez simán benne van, hogy ő lesz valamikor a világ legjobb védője. Ó, oh, teljesen egyértelműen az, benne van. Tehát, tehát ennyire, nem is tudom, esze is megvan, a futballos tudásai is, a rugó technikája, a védekezni tudása, minden megvan. Minden megvan, és nagyon nagyon félek attól, hogy előbb-utóbb jön valaki nagyon sok pénzzel, hm. és az internek az a nagyon sok pénz azért jelen pillanatban nem jön -e rossz. Uh -huh. Csáki Csabival ő, megvallotta nekem ugyanezt a, a félelmét, és azt mondta, hogy állítólag az a mondás, hogy 60 fölötti ajánlatra rábólint az Inter. Azért egy védőjére 60 az, az, az komoly. Ez, ez tipikusan annak az üzletnek hangzik, amire a Manchester City-t lehet lehúzni. <laughs> Tehát akik, akik sportot űznek abból, hogy a világ legdrágább védői. <laughs> Igen. Mert akkor inkább Kulibálit vinnék talán. Jogosan is egyébként, mert az idei szezonja az, pff, az valami brutálisan jó volt de nagyon sok jó középhátvét teljesítményt láttunk idén. Tehát egy kicsit ennyiből sok. így visszatértünk a gyökerekhez, mert amennyire problémás a, a, a csatárposzt az egész szériában is egyébként, de még az olasz válogatott szintjén is, a védőknél a, a egészen elképesztő jó teljesítmény. Összéria álló csapat csak közép hátvéd. <laughs> össze, lehetne rakni amúgy. Tehát az elég morcosan nézne úgy az egész, <laughs> igen. igen. És egy, egyúttal egy meg is valósulna a tervet, hogy hogyan lehet úgy gólt lőni, hogy nem lépsz be a Igen, én én kérdezted, hogy állomcsapat álom csapat milyen lenne, és, és egyébként pont a védőknél volt... Pont a védőknél volt olyan szempontból tök nehéz, hogy hát a két, két sort is össze tudsz állítani. <laughs> Egy büdös szó nélkül. Na, mielőtt államcsapatoznánk. már egy kicsit érintve az államcsapatot, ki ad az MVP a mögöttünk hagyott szezonból. Nyugodtan hallgass a szívedre. Hallgassak a szívemre? Akkor Brozovic. Uh -huh. Nekem. Uh -huh. De egyébként mennyi gondolkodnék még? Mennyi Aha. Én furcsa, mert nálam például Perisics. Perisics, és még olyan nagyon sokat nem hát is Hát egyébként Perisics, Perisicsnél sem kellene nagyon győzködni. Nem tudom, én Brozovicsra el, erőteljesen elfogút vagyok arra a játékra, amit ő hoz meg. Arra. Tényleg az a pótolhatatlanság, Abszolid. tehát a Perisics, Perisicset nyilván nem könnyű pótolni, de könnyebb játékot berakni, mint azt a szerepkört átvenni. Mint... Hát valamelyik a kettőből egyébként. Hát vagy. nem kérdés, hogy pótolhatatlan eh, Brozovic, és az sem, hogy nélküle teljes, egészen máshogy is néz ki a csapat. Rosszul. igen, tehát ott egy, egy nagyon nagyot zuhan az Inter. És igen, igen, Brozovic sem rossz választás. Én ugye, amikor az államcsapatot összeraktam, akkor összeraktam, és azt mondtam, hogy azon a poszton ott a bajnok csapat fog embert adni, vagy Brozovic, vagy Tonali, mert milinkovic nem tudtam kihagyni. Azt hiszem, Igen. hogy neki annyira, annyira nagyon jó szezonja volt. Talán, talán ez oh, volt eddig a legjobb szezonja. Azon, azon, azon én is keveset gondolkoztam. Igen, ott nem kellett sokat. <kül> Na, e, mit szólnál ahhoz, hogyha jövőre ként ellennél hasonló kinézetű, csak más szín mezben látni? Mondjuk fekete-fehérben. Nem biztos, hogy az öröm aprulángjai adósnak lelkemet fájna azért. Fájna, mert, mert az, az a sebesség, a rugótechnika az, hogy az, az hogy a bal oldalon is szét tudja nagyon kapni az ellenfeleket, de ugyanakkor, hogyha berakod a másik oldalra, akkor is azért tudnak káoszt és pusztulást hozni bármilyen védelemre. Azért nem, nem szeretném, nem szeretném megvalósítani látni ezt az forgatókönyvet. Mondjuk Pericsicsnél nekem az egy kérdés, hogy mikor kezd el a dinamizmus a csökkenni. Ah, és ez, ez szerintem annyira nehéz megtippelni, mert vannak játékosok, akik tök sokáig néha még a korukat is meghozott baromi jól néznek ki. Aztán jön egy év, és, 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 ezek pont ezek az iszonyatosan gyorsan induló, nagyon dinamikus, szélsebes játékosok, hogy jön egy év, és hirtelen már pont, egy kicsit már nem, és már pont nem tudja annyira meghúzni, nem tudja annyira dominálni mondjuk azt a szárnyat egy mérkőzésen, és, és ezt nem tudom, hogy egyáltalán lehet-e mérni. Nyilván mindent mérnek, hát sportudományos részlegek próbálkoznak minden de, de lehet azt mérni, hogy egy játékosnál mikor jön ez az a pont, amikor. Tökéletes gondolat. Annyit kiegészítésként, hogy szerencsés helyzetben vagyok, mert egy szakértővel beszélgettem erről. És ő azt mondja, hogy, hogy nem is a sebesség kopik meg, mert az elég sokáig megmarad, hanem az induló sebesség az, induló sebesség. az első három lépés, és az a legfontosabb. Ha az nincs meg, akkor az gyorsulhat. Igen. igen, igen. Viszont Perisics méltatásához én még egy dolgot mindenképpen hozzátennék. Perisics valójában nem egy wingback, hanem egy szélső. És wingbacket játszik. Hát a, ugye a wingbacknek csak az első részét értelmezi <laughs> általában, de igen. De Dev Perisics borzasztó fegyelmezett. Tehát olyan nincs, hogy az ő embere ott másik kapu előtt pilinckázik, és ő megnézi és integet, hogy jöhet a labda, hanem visszazár, visszaér, jól is szerel, nem szabálytalankodik sokkal. És erre szerintem egyébként sok ilyen, sok trúsz érső erre nem képes. Oh, Tehát ez, ez a fegyelmezettség híva hiányzik nagyon sokszor, uh -huh. hogy egyébként meg lenne benne minden fizikálisan, hogy játszom vingbeket. De az, hogy folyamatosan ingáznod kell, meg vissza kell menned, és és ez ebből a szempontból tényleg nagyon hálás, hogy hogy az ember föltesz, de én ezért szeretem általában mondjuk a dél játékosokat. játékosokat, hm. akik, be, a, a, akik azért, jó, azért tudnak teljes idióta módjára viselkedni néha a pályán, de azért ez, ez benne van, hogy ezt... Nem értelmezik annyira kreatívan posztjukat, mint sokszor mondjuk Dél-Amerikából hmm. érkező, Dél érkező kollégáik, akik például a <laughs> védekezést az hajlamosak időnként negdigálni. Nehezet kérdezek. Stankovics vagy Perisics? Úh. Mhm. Úh. Perisics. Aha. Nehéz megmondani, mert más, más, más. fajta inter volt az, mind a Más, két meg interv. nehéz az, ugye mindig nehéz egy kicsit eltérő generációban összehasonlítani, mert más kell hozzá, meg más kell az érvényesüléshez. De, de egyébként a két játékosból Perisicet szeretem jobban de olyan gól soha nem fog lőni, mint Stankovics a Sákénak. Jó, de mondjuk a, a magára a gólra szívesen emlékszel, azt, de a meccsre Azt akartam nélkül. mondani, hogy az eredményt itt töröljük ki kollektív emlékezetünkből, és a, de hát a gól az rendben volt azért. Azt elég jó rendben Aztán volt. Az egy mérkőzés kezdésnek, az szerintem viszonylag ideális. Egy ez valahol az elején volt, tényleg. Szerintem konkrétan az első percben, de ha nem, akkor a másodikban. De nem működött a sok taktika. <síns> elmondhatjuk visszatekintésül. Igen. hogy az euh, volt, voltak, a hiányosságok a játékban és a mérkőzés végeredményében interszempontból. szempontból. BL címvédőként. Igen. Ha jól jó emlékszem. Jól, 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 Kimondottan. És az ki az Gasperini? Nem Gasperini, mert nem tartott elég sokáig. Nem, mert az már egyenes kiesés és szakasz. Egyenes ki kiesés volt. Az izé, nem Stramaccioni volt akkor? Hát nem tudom, majd kiváltotta. Mert ugye a Hemmen Mourinho, és akkor ott a következő év az ugye gasperini kezdődött, de az mondjuk tartott öt meccsig, és akkor utána. Hát ott volt, volt mindenféle. Pörgetem már? Pörgeted? Na jó, szólj, eszedbe jut, addig kérdezek mást. Hát, Kérdez hogyha... hát, hát ott, ott bizonyítani, hogy egyszerre két dologra is <laughs> tudsz figyelni. Um... Én uh, mutattam neked ezt az álomcsapatot, amit összeraktam, és tök furcsa a helyzet az, hogy, hogy végnézek ezen, a névsoron, akkor, akkor nem látszott olyan játékosokat, akik konkrét világklasszisok, és azt gondolnád, hogy, 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 hogy tényleg meghatározó szereplői a csapatnak. És most itt, oké, okay, mi végnéztük ezt az egész évet, de mondjuk tavaly azt mondom neked, egy évvel ezelőtt pont azt mondom, hogy tonál idén benne lesz a, 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 az álomcsapatba a szezon után, akkor lehet, hogy megméred a lázamat. Hát vörülök egyet. Igen. Tehát hogy tele van olyan játékossal, aki minkovic én már például azt gondoltam, hogy jó, beírjuk majd az örök ígéretek közé, mert kb. ott lesz. Ez jó napján, nagyobb jó, de kicsit túl sok a nem jó napja. <laughs> Igen, Quadrado ugye, hát a cukikaiak a elszaladgálata a jobb szélen, de hát 34 éves, meg egyébként is, többet van vízszintesben, mint függőlegesben, stb. Tehát így végignézve az egész csapaton immobile, hát láttuk a nyáron is meg ősszel is, hogy a válogatottba, hogy mennyi aztán meg. Tehát, hogy ja, ez nem csinál. lehet, hogy inkább a szériának a Na, ezt akarom kérdezni. relatív gyengeségét, nyilván nem lehet gyengének nevezni, meg tökéletes élvezetes bajnokság volt. Tehát így belegondolva, ez szerintem azért végig egy nagyon élvezetes szezon volt. Élvezetes volt, de gyenge azért. De, 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 hogy, de hogy eleve a játékosok kvalitása sem feltétlenül az az irgalmatlan csillag és az ilyen tényleg konkrét világlasztásból elég kevés rohangál a szériánál, amit azért bezeg a, tudod, bezeg a régen, a régen is jobb volt, meg bezeg a mi időm. De, de igen, tehát mondjuk, hogyha az ember a, nem tudom, én szerintem 90-ben kezdtem nézni olasz focit, mert a magyar tévé megvette a közvetítési jogokat, és hogyha azon, úgymond azon nősz föl, meg azon a szintű szérián, azért a mostani, ez az kicsit azért, hát kicsit másodvonalas ahhoz képest. Hát, Vagy hát legalábbis jó vagy, nyilván relatív, relatív dolgokról beszélünk, de hát az akkor a világ legjobb bajnoksága volt azért hosszú, ide, elég hosszú ideig, azt szerintem ki lehet mondani. Ó, egyértelmű. Hát a 90-es években, aki nem Olaszországban játszott a világklasszisok közül, az, az ott akart. Az nem volt, az nem volt <laughs> az ott akart játszani, csak valami rossz szerződést írt a véletlenül. De hát ott, ott kb. nem lehetett béldöntőt rendezni olasz csapat nélkül. Európa Ligát, vagy UEFA kupát meg még kevésbé, azt hiszem, hatot nyertek abban, 90-től 2000-ig, hatott vagy hetet? Igen, hát csak Ilyen az szóval a domináció, de hát az, 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 azért a játékosokra is levetült. Egyébként megnéztem, tehát Leonardo a válasz, amit kellett. Leonardo. Leonardoval sikerült belenézni a, a sák elleni borzalomba. A júdásos. Akit karácsonykor nevezte ki erre, egészen tisztán emlékszem. De várj, akkor ki volt előtte? Mert ott volna egy kis Luk. Tehát a Leonardot karácsonykor nevezték ki, Gaspényt meg kirúgták szeptember végén. Várjál, az nem ez volt? Benitez. ez volt a kezdő, aki még megnyerte a klub VB-t, és, kirug, és kirúgták és kirug, és a klub VB után, és akkor jött. Bizony, amálló. hogy jól mondod. Még és Csak, ez a... uh, egészen érdekes kinevezésként. Mondjuk azt nem csodálom, hogy a te agyad blokkolta ezt az információt, de nekem, el, el, nekem kevésbé rossz emlék, úgyhogy nekem emlékeznem kellett volna Benitezre, persze. Ne, hát nem volt. Igen, és aztán utána a Gasperini is jól tűnt. Gászperini. Hát jó. Hát egy másik kék-fekete csapat nem működik. Hát igen, de azt, azt, nem értettem. És akkor egy kicsit le is írtam magam egyébként, mert ment oda, és akkor többörgött, hogyha tudták, hogy három védővel akarok játszani, de hát baszként nem jó, volt jó hozzá a csapat. Jó, hát bizonyos edzőket ez nem érdekes, Szóval ez a... Tényleg, tényle kevés az ilyen kimondottan star star, akire azt mondott, hogy világszinten is elitben. Ha lenne egy ilyen kiválasztós, tehát egy draft rendszerben, vinnék el a játékosokat, nem biztos, hogy a széria játékosainak a többség az első körben menne el a drafton. Hát lehet. Hogyha így a, hogyha így a, a top bajnokságnak a játékosait igen. lesz renénk, akkor nem biztos, hogy innen kezdenék a válogatást. Ugyanakkor a második körben igen erős pikeket adna igen. az olasz bajnokság. Szóval talán ezért. Ah. Nem tudom. Mondta el egy jó pofát, amikor itt még az adásért az államcsapatról beszéltünk, hogy a Milánosok államcsapata úgy kezdődik, hogy Radu. Hát de nem. Tehát szerintem az, szerintem az hogyha a Milánnak kiadják, a, ugye mindig kiadják ezeket a, ez a bajnoki idénynek a összefoglalója a legszebb megmozdulásai, hát rá tud minden, mindenképpen rá kellene rakni. <laughs> hát igen. Tehát szerintem, szerintem, interjátékos megmozdulását kevésszer élvezték ennyire. Hát biztos. másik felén. Hát biztos. Ez szerencsétlenre még ez hogy rá fog égni már? Ráéget, vége van Meg ráiget, tehát ez olyan, mint Karius. Karius, pont ő jutott nekem is eszembe. És akkor, hát lehet, hogy egyébként a karrierív is lesz, hogy nem tudom, Radut majd látjuk a nem Antalya sportban. Hát. Eh, ahol bekerül még a YouTube összefoglalóba két, nem tudom, kétszer jól véd, egyszer pedig van egy pont ilyen borzalmas hibája. Hmm. És akkor körülbelül. De ez tök igazságtalan egyébként. Nagyon. Én, a én borzasztóan a... sajnálom, mint embert egyébként. Tehát ez, ez valami rettenetes lehet. És te együtt élsz ezzel, hogy asszus, egyébként lehetett volna esélyünk. Hát így viszont biztos nem. Igen. Így viszont biztos nem. De meg mi volt az a mozdulat maga? Tehát az egy értelmezhetetlen mozdulat Az teljesen az, nem tudom, hogy mi az a kék halál futballpályára kivételt ah, megfelelője volt. Ott lefagyott a rendszer, és tényleg, ha ez egy videójátékban történik, akkor töröd a kontrollert, mert hogy bágos a játék. A probléma az, hogy Rádú ezt a bágot élőben játszotta el. Igen. És, és tényleg az, a, a, hát ugye erre mondják a régi közhelyen, hogy kapusos, de tényleg a kapusoknak ezért borzalmas, hálátlan feladata, mert mire fogsz emlékezni erre? És ha védett volna előtte hat gigantikusat azon a meccsen, akkor is erre emlékeznél. Igen. Szemétség, de így van. És, és, és biztos van, aki azt mondja, hogy hát ez a bajnokság meg lett volna, mert találtunk volna még gólt valahogy a végén. Ha rádunk nem csinálja azt a hülyeséget, de hát ez szerintem, szerintem ostobaság lenne rákenni. Uh -huh. szarul, ilyen... szarul, játszott az Inter az egész meccsen, és valahogy nem lehetett érezni azt a nem, azért nem mindent lebíró akaratot. amit egyébként most... amit az volt, hogy tényleg úgy előtt, tehát többet vártam a játékban, mert hogy így Megvolt a gól, aztán így ilyen szintelen szaktalan semmi. Gomolygott a pályán. És, és azért a két csapat közti különbséget, mondjuk színvonal különbséget. Megnézve, hát az Inter volna azt a pályát a bolonyára. Tehát itt nem kellett volna ennek lennie, és tényleg nagyon-nagyon rosszul játszott az Inter. Tehát ilyen szempontból, hogyha arra vezetjük vissza, nekem a két derbi az jobban fáj. Egyébként. Olyan szempontból, hogy ott jól is játszott az igen, internet. igen. és nem, nem lett meg a megfelelő eredmény. Itt meg igazából bolonyában azt kaptam, amit megérdemelt azért a játékért. Hm. Kicsit lépjünk egyet hátra. Volt-e valami, ami meglepett az idei bajnokságban? Most hm. így az összes csapatot elnézve. Nyugodtan köszörült, nyugodtan. Radu. <laughs> hát értem. nyilván Juventusban lennél azért többet nézett ki az ember. Finoman fogalmazva. Igen, de... Akinek, Igen. akinek ugyanez, mint amit J. beszéltünk. Tehát akinek Álvaro Morata a kezdő centere, attól kb. ezt lehet várni támadásban. Morata el tudnám képzelni, hogyha véletlenül feketek égben futnak ki a pályára. Ó, én nagyon szeretem Morata, csak ne legyen kezdő center sehol. Mert az, az nem az ő asztala. Vagy cserecsatár, -e, cser -e, hát, cser -e, vagy hát, szélső, vagy, vagy nem. De... Aha, Aha kontra csapatban, csapatba, ez, ez, tök jó. Meg én nagyon kedvelem magát. Na, szóval, és szóval, az biztos, hogy a juventus szerintem így pontszámban is, meg főleg játékban. Azért ennél jobbra számítottam, de igazából nem látom az elképzelés, hogy Juventus mit szeretne így hosszú távon kihozni ebből az egészből. Hát most túlélés van. Vagy, szerintem. még a, vagy, vagy még a Ronaldo kísérlet romjai alól Na, azt, hát, na, ez a különbség. Tehát a Juvenal összejött az igazgató tanács, megemelték 400 millió euró a törstőkét, aztán kalapkabát. Tehát ott nem lesznek ilyen problémák. Ja, nem is erre gondoltam, hanem magára a pályán. Tehát nem, nem is, nem is anyagilag, hanem azért mégis akkor, ha egy Ronádot odahozol egy csapathoz, akkor minden körülötte fog forogni, és ebből nyilván mindenkinek S. át kell állítania utána magát. Hát, na, egy másik nem rendszere, sikerült. és ez nem sikerült, mm -hmm. és igazából az se, hogy Hát de ez ilyen, ez ilyen tényleg a szürke szintelen szaktalan, semmilyen, semmilyen. Nem jó, ránézel, nem jó, nem néz ki jól, nem fociznak jól, megnézed a játékosokat, ezek akár jobban is focizhatnának azért ennél, és végig ez a hiányérzet nem volt. És tehát ez valamilyen szint. Tehát nem azt mondom, hogy azt vártam, hogy a Juventus megnyeri ezt a bajnokságot feltétlenül, de az, hogy legalább versenyképes legyen, azt mondjuk én vártam volna. Atalanta? Azért kérdezem, én csak itt feldobozom, az... mert én őket vártam bajnoknak amúgy. Igen? Én azt mondtam, az Atalanta lesz a bajnok. Hú. Az, <laughs> ö... ha megtetted fogadó iradában, akkor nem jött be? <laughs> nem annyira. Miért váltad azt, hogy az Atalanta lesz a bajnok? Megmondom. Azért, mert a Milánban én a tavaly se láttam a bajnokot. Az internél ezt én úgy értem, úgy gondoltam, hogy ez túl sok változás. Edző, Lukakuék, stb. a többi J.K.-val elkezdeni a szezont, nem, nem éreztem azt. Uh -huh. ez, az Atalanta viszont régóta együtt játszanak, kiforrott a csapatjáték. Jó néz ki, tudják, mindenki tudják, tudja, hogy mit játszik. Annak. Így van, így van. És, De ők az Atalanta. És ott volt, hogy, hogy azt, azt mondtam, hogy ők is azt fogják csinálni, hogy most megérzik ezt, hogy most idén Aha, még az is összejöhet. Még összejöhet, nem tudom. Nem tudom, engem jó nyilván olyan szempontból negatívan lepett meg, hogy az, hogy még kupa kupaszerepéssel jön össze. Hát borzasztó. Oké, okay. tehát eladott gossens a, a bajnokság kétharmadában e, kiesik az első számú centeret, kiesik a balfutód, ami borzasztó fontos ehhez a játékhoz. De, oké, okay, igen, de akkor is. Igen. igen. akkor is, hogy ez annyira jól össze volt rakva, hogy ebből azért több is kijöhetett volna. De ugyanakkor azért nem tudom, az Atalantánál azért mégiscsak a... azért a nagyságnak is vannak korlátai. Hmm, igen. Meg ezek, a, ezek a nagyon ezek a szenzációsan jól összerakott, nem, kis csapatnak nem lehet nevezni, minek? Jó középcsapatnak, ami éveken keresztül egy középsúlyú boxoló, ami évek felgyúrja magát úgy, hogy ilyen együttéssel néha a padlóra küldi a nagyokat is. De ezt nem lehet mindig eljátszani szerintem. És, és annyira intenzív az, amit csinálnak, hogy azt nem tudom, hogy meddig lehet. És hány éve. Most egyébként nekik lehet, hogy ez jót fog tenni, hogy hogy most van egy FPH? hi Ha kiritkul a naptár, az azért az atlanta nem rossz, hogy csak arra kell koncentrálni, hogy hetente el kell a torkát valami szériá csapatnak. Ez lehet, hogy jó jön, bár lehet, hogy kihagyták volna mondjuk azt a nyolcadik helyet az életükből. De, de, de szóval az annyira, annyira nem döbbentett meg, mert inkább a, inkább a, engem inkább az döbbentett meg, hogy ennyire jók lettek. Uh -huh. Tehát az nekem maga az emelkedés az nagyobb meglepetés, mint hogy nem tudták szinten tartani ilyen hosszú időn keresztül, de nagyon szívesen látnám őket fönt, mert szerintem ha ha semlegesként nézi az ember, csak, csak úgymond a lárpullátát, focit, a focit nézi, és nem pedig akkor mondjuk ránéz az atalantára, abban nagyon sok mindent lehetett szeretni. Ó, abszolút. Tehát abszolút. kevés annyira vonzó focit játszó csapatot lehetett látni szerintem Európában, mint az Igen. elmúlt évek atalantája. Igen. Következetes volt. Tudtad, mit csinál, de, de Tudtad, lehetetlen hogy nem volt fog. ellene. Ez az egyik legjobb egyébként, amikor mindenki tudja, hogy mit fog csinálni. De, <laughs> akkor, de nem érdekli őket, és akkor is meg és működik. Igen. És működik. A jelek alapján lehet, hogy korlátozottan, az azért nagy kérdés lesz, hogy így nem merem mozognak. Hát igen. Ha ők, ha ők mondjuk hosszabb távon is stabilizálni szerették magukat, ugye, nem tudom, hát nyilván nem a legnagyobbak között, de hogy közvetlenül utánuk valamikor, ahhoz azért időnként kellene a pénz, ami e EL szereplés, BL szereplés a többiből bejön, meg a prestízs is, ami ezzel jár, és nyilván ezt a prestízst megszerezték, de azért a szinten kellene tartani valamilyen módon. Tehát az, az ilyen szinten nem biztos, hogy megengedhető, hogy mondjuk egymás után kétszer lemaradnál, mondjuk jövőre is rossz idényük lesz, az hmm. nehezen megenged, mert utána a játékosokat is mivel győzöd meg, igen, hogy igen. ott maradjon, egyrészt ott maradjon, aki jó, a másikat, aki meg pont a, mit tudom, a nagyság küszöbén egyensúlyozik, és lehet, hogy kifejlődne valami egészen jóval, őt hogy hívod be onnan? Uh -huh. És abban még inkább igazad van, hogy, hogy ebben a szezonban azért nem lett volna baromi nehéz jutni, hiszen csak ezt a Seize Sebuset rossz juventus kellett volna megelőzni egy BL szerepléshez. Ez amúgy ugyanúgy kritika a Rómának és a Lációnak a is. is. Igen. Abszolút. Sőt, mondok még valamit. A Fiorentinának is, mert róluk csak pozitívan beszélünk, és tényleg Itáliánul nagyon-nagyon-nagyon jó csapatot csinált belőlük, főleg az elmúlt évekhez képest. De ott a végén valami nagyon félre ment. Tehát az utolsó fordó, az utolsó 8-10 fordóban mindenki nagyon verte őket, és volt köztük ilyen nagyon csúnya úti néze, talán ilyen négyest vágott Firenzében. Tehát, hogy volt egy pár ilyen nagyon, nagyon csúnya dolog is, pedig megmondom őszintén, én ugye jóval szurkolóként már az utóbbi hónapokat már hátrafele nézelődéssel töltöttem előre, már nem volt hova nézni. És a Rómánál és a Lációnál is jobban tartottam a Fiorentinától, de hát aztán kiderült, hogy feleslegesen. érdekes, mert azért a, nem tudom, azért a két rómait csak azért azok szerintem jobbak. Hát jó, csak a Róma már azért inkább a tiviákra figyelt, a hát a A, a Láció meg teljesen kiszámíthatatlan. Hát ott azok tudtak olyan rosszul is játszani, hogy Vállató, vállalható ez is, mert ott is ez sok változás volt. Szári azért ez egy elég nagy különbség. Azért a, Láció, a, Lációnál nem vettem volna a rossz néven, hogyha bekapcsolják magukat a Milán elleni mérkőzésre amúgy teljesen. És végig. És végig, igen, és, a, és nem rémálomszerű dolgokat csinálnak a mérkőzés legvégén. Igen. Az nagyon sokat segített volna az Inter, A Lációban nagyon bíztam. Én jobban bíztam a Láció buktató erejében egy bizonyos szempontból, mint abban, hogy az Inter minden megnyer a végén is. Ha. Megnyert volna mindent az Inter, ha csak az a feladat, hogy nyerjen meg mindent. mindent. Igen, szóval de hát nem ez így nem lett volna elég. <laughs> na, hát igen, a Láció, igen, meg én a Veronától féltettem még úgy a Tehát a Verona mm -hmm. volt az, aki ugye csak a tavalyiból kiindult, amikor látszik, hogy na, mindegy, hogy nekik nincs miért menni de hát ez mindegy. A két ez... kieső, vagy a három kiesővel kapcsolatban van gondolatod? Hiányozni fog bárkinek a Genoa. már Mármint ez. Csak a tradíciók. Ez. A jó, jó, ez persze. Ilyen. Tehát az így egy tök jó, tehát jobban mutatnak tényleg, mint amit beszéltünk. A nem tudom, 100% szólónál azért jobban hangzik a Jannol Cagliari. Hát igen. A Venéciának meg volt egy ilyen izé. Abban abba volt valami romantikus, nem? Ez igen. igen. Stadion, úgy az egész. Ez az barom jól néz ki. Senki elmondja. Abba, de hát az, 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 az szerintem tökre segít abban, hogy így izé. Amikor nincsenek még preferenciáid, és valaki kijön egy ilyen teljesen mezzel, hogy az, az azért úgy erős. Igen. Tehát annak idején a rendkívül, én az internet is rendkívül megfontoltam, választottam olyan kilenc évesen láttam egy összefoglalót, szerintem Inter Bayern volt, úristen, de jó az a mesz. És hát ezzel tudom indokolni. Igen. A csapatválasztást is ennyi volt, de hát a Venécia ilyen szempontból szerintem szerzett néhány ilyen pontot, de ők kevés. <laughs> hát nem tudom, igen. igen. tehát hogyha azt mondod, hogy a nem tudom, ilyen Kremonéze, a stb. jellegű csapatok és a Genoa vagy között kell, hát azért az, 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 azért az inkább az utóbbi az ilyen tradicionális csapatok, de pont a, Bundesligában szokott hogy ezek kiesnek, és utána úgy szépen beragadnak, és amikor az első osztályban játszanak olyan csapatok, amik egy kicsit jó kávéval elmegy, de ez kis cukor mellé, és akkor így még fogyasztható, de azért jobban szeretnéd látni, ha nem tudom, akár ez a Kajzeszlautern, a Hájszfaut, a Vátvazsíjós Sákéjék visszajönnek, fog most visszajöhet. De hogy ugyanaz vannak a csapatok, amiket ugye azért annyira a ligához kapcsolsz valamilyen szinten. És lehet, hogy a... mikor láttunk igazán jó Genoát? Gasperini. Gasperini. Nem, hát, utána Juric. Juric az még, hogy nem, oh. nem, volt, nem volt vészesen jó, de most a, nyilván jó Genoa is elég korlátos. Tehát, <gül> 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 az, <gül> ö... igen, igen. voltak hatodikak, akasz. Igen, 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 De hát ez tisztes közép. Tehát tudod, az, ami az ilyen tisztes középcsapattól felsőháztól alsóházig, de egyébként akkor hiányzik, amikor kiesik. Igen. Valamilyen szinten. Igen. Abban százszerzelékosan és... egyetértek, hogy a Genoa évek óta rázza a pofonfát, és már nagyon itt volt az ideje, hogy, hogy meg. Itt egyébként bűntessék. sok ilyen nagy az így szokott járni, hogy évekig rázzák a pofonfát, meg mi aztán úgy sem eshetünk ki. Igen. Mert mindig lesz, lesz három gyengép, mert mindig lesz három izé, mert jön egyik, ez egyik szériebéből feljutó, az kutyaütő lesz, és akkor kettőt meg valahogy izé minőségből lenyomunk. És, és egy, egy, egy egyszer lesz egy olyan év, amikor nagyon belenézel a pofonba, és, és nem ment meg senki önmagattól tulajdonképpen. Nem tudom, szerintem ez egy ilyen felfogárbeli különbség is, nem? Tehát amikor feljössz egy, nem tudom, kremonéze. Most mire vagy, vagy tök mindegy, azért mondhatnánk még egy csomó ilyen kicsit, ami megjárja az első osztályt, mire készülsz, megdög lesz a pályán, és harcolsz minden fordulóban az életedért, és gyakorlatilag senki nem vár el semmit, mert hogy az elvár mindenki arra gondol, hogy úgy is megy vissza. És ez azért ezek a csapatok erre az élet harcra lehet, hogy jobban föl vannak készülve, mm, mint egy olyan, olyan tradicionálisabb klub, aminél jó hozzá vannak szokva, jó középmezőny, középmezőny, 22. szezon egymásoknál középszerűségben, mm. vagy 12. és aztán egyszer borzalmasan belenézel, és, és vége mindennek, és nem nehéz átállítani a magadat arra, hogy mm. nekem nem kéne itt lennem. Mert hogy egy ilyen kicsi-kicsi, egy az a, abban nincs meg az, hogy nem kéne itt lennem, annak ez a természetes közege. Hm. hogyha fölment egy topligába. Vagy, vagy, mint mondjuk, az Angliában azért az Evertonnál lehetett látni azt a pánikot a bajnokság, a bajnokság végén, hogy ezek a játékosok ebben nem gondolkodnak, hogy ők kizúghatnak a Premier League-ből, és ott inváziótól kezdve minden ott a, a végén, elszabadult teljesen a pokol, és akkor de erre a keretre annyit költöttek igazolási összegben az elmúlt x mint a Liverpoolra és akkor ezeknek, ezeknek a játékosoknak azzal kell szembesülni, hogy Crystal Palace ellen nem tud 0-2-re állsz, és mindjárt kiesel a Premier league -ből. Yeah. És innen kellene visszajönni. Szóval lehet, hogy valami van egy ilyen, hogy ez, ez mentálisan tök nehéz feldolgozni, hogy te is tudod, hogy alul teljesítesz. És minden héten tudod, hogy alul teljesítesz, és a szurkolók meglátogatnak az edzésen, vagy kiírásokkal próbálnak jobb játékra serkenteni, csak ezt nem mindig a legszofisztikáltabb formában közlik veled és ideges mindenki a klub körül, és ezzel szerintem tök nehéz lehet megbírkozni. Hmm. Ezzel nehezebb megbírkozni, mint azzal, hogy vártak tőled 25 pontot összesen a bajnokságban, és véletlenül van 30 ad, és még van esélyed az utolsó fordulóban bemaradás, az tök jó. Hmm. Ez meg ilyen borzalmasan, tehát ez, ilyen, ez a kimondottan bénító szerintem. Tudod, mit mondok? Meg se néztem. Ugye van egy klasszikus mondás, hogy hány pont kell a bemaradáshoz? 36-at szoktak mondani? 36-at szoktak mondani, hogy az, az, azzal lehet már benn maradni, és szerintem nem érték el a 36-at, ezek a hímpellérek. Ez mit mondja a bajnokságról? De, leg, de legalábbis azt hiszem, hogy a szaladnitána egyáltalán nem ért el. Én is úgy emlékszem, hogy nem. Na, én csak most már itt van előttem, most már csak... Na, mit mond a nagy varázsló? Nem tudom, hát nem... A fenét hát a szaladnitán 31-jel marad bent. 31-jel? 31-jel, tehát az teljesen Aha. selejt pontszámból bent lehetett maradni. É, igen. Igen. 30, 31, 30, 28, 27 a vége. Az komoly. Amikor tényleg versenyzel abban, hogy ki, tehát a speciál 36-tal, nem az, hogy lazán bemaradt, Aha, igen. hanem tulajdonképpen izé elgondolkozhattak azon, hogy ö, utolsó forduló helyett el lehet menni csinkaterrére. Igen. <síthat> és király, <síthat> mondjuk érdemes. jó oda érdemes, amúgy. igen, és kirándulunk egy kicsit a helyet, hogy ez kemény, de hát a Szandória is rázza a pofonfát, ha már a ez folyamatosan. De hát most az, hogy nagyon rosszat tippeltem a bajnokságban, a hogy hívják be jobbat egyébként a kiesőkre, bár végül csak. Megtikkáltad a Genoát? A, nem a Genoát, a KJR-t. A kjr uh -huh. ami ugye akkor tehát azért egy más alapállásból indult. A Genoába bíztam, ugye a végre Preciózi eladta őket, akkor ott volt valami koncepciószerű, a kiváló Bálárdénivel <laughs> nem lehet nem számolni. És én azt mondtam, hogy a Szállernyitán a csont utolsó, és kit mondtam? Még a speciált mondtam, mert azt mondtam a második év. Az első évben fölvisz. Igen, az gyakorló lendül, lendület, lendület akkor a másodikban. Jánon, igen. És a másodikban az kifogy, és azt mondtam, hogy, hogy ez a hármas megy alá. De a azért sokáig mindent megtehet igen. hogy teljesítse a várakozásaidat. Igen. Majd felülmúlta őket. Da Davide Nikola Magic. De az egész elképesztő, kicsit azért a vége az lehangoló volt a szempontjukban. Igen, hát tudod, mi volt a -e leglehangolóbb a tegnapi esti meccsekben? A Kályári. A Kályári. Az, hogy a semmit nem akaró, gyakorlatilag a pályán unatkozó Venéciát nem tudnak egy rohadt gólt begyötörni, amivel megmented az életedet. Szörnyű volt. Szörnyű. szurkolóként a fel egyébként. Igen. A fejed. Igen. Nekem azt, az jobban sorban. meg, az jobban amikor állva halsz ha meg. Igen. Meg ugye a fasiztáknak volt ez a meglátása, hogy egész Olaszországnak képviselnie kell magát a szériában, és akkor ott mindenféle ilyen mahinációkkal a délieket próbálták betuszkolni, de hát mindig kiestek. Na most egy kicsit így érzem magam, mert én azt szeretem, hogy legyen egy sziciliai, nem érdekel, hogy a Katánia, a Palermo, vagy akár a Messina. Legyen egy siciliai, legyen fönt a Kályári. Jó, van, van egy hangulata a dolognak. Igen, az kell. Valaki... Két, de időnként hozzászoksz, kedvenc csapatod elmész oda, kap valamilyen teljesen megmagyarázhatatlan pofont, beleállítják a földbe, nem tudom, három a Palermo-ban jól van. Igen. Ez... Időnként, időnként, mindenki belenéz ebbe. Amúgy playoff a Palermo, és a kiváló magyar Palermo blog megoszt néha ilyen videókat. Most playoff van, a szérie B-ért játszanak. Elődöntőben vannak, és 34 ezeren voltak a Barberában. Olyan hangulat volt, hogy. Ez mennyire rosszul hangzik egyébként, amit, hát a 31 ja, ezer néző, 34 ezer néző előtt, amit mondtad, milyen rosszul hangzik. Igen, igen, igen. Hát egyre lejebbről indultak, már egyet ugrottak föl így is. Igen, de hát akkor is milyen ja. rosszul hangzik. De hát mondjuk számfagy. azt a nézőszámot azért elég sokan. <hül> igen, egyébként, számfagy. ha a tradicionális vagy ilyen jobban, jobb szurkolótáborral bíró csapatok, és hát mondjuk ezt a szaszul nem fogja. Nem is a szaszolóval van a bajom, mert az egy, azt gondolom, mert az egy nagyon jó projekt. Ja, persze, jó projekt, persze, dolog. persze, hát olyanszint, olyan szinten, az tök jó, csak hát nem fogja azt a az iszonyú fanatikus az rajongást kiváltani. Az az iszonyú fanatikus rajongás azért meg nagyban hozzájárul magának a bajnokságnak is a hangulatához, é. nem csak ahhoz, hogy amikor tényleg elmész valamilyen déli meccse vagy a szigetekre, és itt tényleg mindenkit teljesen. É. É. A bár is feljutóban van amúgy. Pont, hogy a lecse feljutott, most fellélegeznek ott a csizma sarkában, mert a, a bár is feljutottam. amúgy. Ők, má, ők, meg is nyerték azt hiszem a C1-et. Tehát jövőre ezért viszont ugye a lecse is feljött, úgyhogy várni kell egy évet legalább, amíg visszaesnek, és újra lesz a puliai rangadó. Ilyenkor ki ne drukkolsz, tudod? E, van, Már... egy... Már, már mint a helyiek, hogy ki kell egyenlíteni az osztályt. Ja. <gül> <gül> Igen. És, helység, akkor minden rúgkoz. Igen. Egyszer úgyis is elmegyek egy bári lecsére. Azt, azt mondják, hogy ez... Meg ráadásul báriba kéne menni, mert a, st az a, a, stadion is meglehetősen szép. Na mindegy, erről beszélünk majd. Na, kicsit kifutottunk az időből. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál, örülök, hogy Én köszönöm, beszéltünk, szépen. és hamarosan újra találkozunk biztosan.